Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Hogy tetszik a jelenlegi világ? Ilyen frankó világban élünk. Most egy pici javulás történt. Tegnaptól, vagy mikortól talán, vagy mától, valahogy így. Ugye, mert hoztak rendelkezést, de hát az csak akkor él, amikor az 5 millió modik megvan, és állítólag meg lett az 5 millió modik. De ezt ugye előre mondtam, hogy az ünnepek előtt meg lesz. Ugye visszaemlékeztek, hogy érdekes módon az ünnepek előtt lesz meg majd az 5 millió. Meg azelőtt, mielőtt ugye 23-a lett volna, az ugye az ma van, mert 23-ával lejárt volna ugye a rendelkezés is, meg a törvény is. Tehát akkor gyorsan kellett valaminek történnie, hát történt is. De a veszélyhelyzet az nem múlt el, azt ugye tudjátok. Az ugye az őszi ülésszakot, első ülésszakot követő 15 nap múlva veszti hatáját a rendelet is, meg a törvény is, de hát ugye a rendelet azért, mert a törvény, de az megint azt jelenti, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak. Tehát ahogy a mostani hatáját vesztett koronavírus törvény, meg a koronavírus rendelet, ami ugye november 10-én született, ugye ma vesztette volna hatáját, de hát így nem vesztette hatáját, hanem ugye meg van hosszabbítva, bár a rendeletben benne van, hogy a kormány attól függetlenül, hogy mikor veszti hatáját a koronavírus törvény, meg ez a 484-es rendelet, ettől függetlenül bármikor rendelkezhet úgy, hogy hatáját veszítetnek, tekintik a rendeletet is, meg a törvényt is. Nagyon érdekes, mert egy törvényt a kormány hatályon kívül helyezhet. Na, nem érdekes? Elég érdekes. Na mindegy. Szóval a veszélyhelyzet marad tovább, gyakorlatilag addig, ameddig a kormány úgy látja jónak. Tehát most nincs az, mint tavaly nyáron, nehogy azt higgyétek, tavaly nyáron válság helyzetbe átment a veszélyhelyzet, ami egy sokkal lazább szigorítás. Ugye most a veszélyhelyzet az egy sokkal durvább szigorítás, mint a válsághelyzet volt egy évvel ezelőtt. De ugye tavaly csak 3 hónapig volt a veszélyhelyzet, most már ugye több mint 6 hónapja van veszélyhelyzet, tehát tavaly november 10-től számoljátok ki, ugye már túl vagyunk a 6 hónapon, május 10-ével. Tehát szépen szoktatják a lakosságot ehhez az életmódhoz, ehhez a furcsa életmódhoz, ha megnézitek, és ugye azt is tudjátok, hogy 5.-ével hoztak egy olyan rendeletet, hogy legalább 16 milliárd forintot a kormány, tehát így van benne, hogy legalább 16 millió forintot a kormány fizessen ki koronavírus oltási kampányra. Tehát ami annyit jelent, hogy a kampány az nem fog csökkenni. Tehát 16 milliárd azért reklámra, tehát legalább 16 milliárd, ami azt jelenti, hogy lehet az 20 is, vagy 50, vagy 100, tehát nem úgy van, hogy maximum 16 milliárd, hanem legalább 16 milliárd. Tehát gyakorlatilag bármennyit a fölött, tehát minimum 16 milliárdot ki kell fizetniük magyarul reklámra, ugye méghozzá le van írva, hogy koronavírus oltási reklámra kell költeni ennyi pénzt.
Na most ugye ezzel kapcsolatban már mondtam dolgokat, de nyilvánosan még nem, de most nyilvánosan mondom, hogy ilyen hatalmas propaganda az a hitleri Németországban volt. Legalábbis mióta itt Magyarországon vagyunk, a második helyezett az mondjuk a Rákosi propaganda, ugye? De az első helyezett az itt Magyarországon, az a nyilvánvalóan ez, ami most van. A koronavírus oltási propaganda. Na most, ha megnézitek, mi lett a Rákosi propaganda vége, nem jó. Mi lett a hitleri propaganda vége? Nem jó. Na most, ha majd megnézzük, hogy mi lesz ennek a propagandának a vége, mennyi rá az esély, hogy jó. Oké? Ezt csak úgy mondom. Tehát, ha valami jó, akkor azt miért kell ennyire propagálni? Tehát gondolkozzatok el rajta, hogy ha valami jó, akkor miért kell ennyire propagálni? Vagy ha valami tényleg nagyon jó, akkor miért kell ennyire propagálni? Hát én mindig azt tanultam, ugye én tanultam üzletkötést is, és azt tanították, hogy a jó terméknek nem kell cégér. Tehát annak nem kell reklám. Átfordították ide, a jó terméknek nem kell reklám. Na most ennyi reklámot soha az én életemben nem költöttek semmire. Mármint a kormány. Ennyi reklámpénzt. Egy olyan helyzetben, amikor a forint értéke, az most mondok példát, jó? 3,5 év, tehát az autók ára, az természetes módon egy 10-20%-ot esik éves szinten. Tehát minden autó ára legalább ennyit esik, legalább 10-et, általában max 20-at esik éves szinten. Ha 3,5 évvel ezelőtt vettél egy autót, most ugyanannyiba kerül, mint 3,5 évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy mentél vele x 10 000 kilométert a 3,5 év alatt. Ami azt jelenti, hogy kiszámolod, ha csak 10%-kal számolod az autó értékének a csökkenését, akkor az 3,5 év alatt az 35%-os csökkenés. Na most, ami annyit jelent, hogy ennyit legalább romlott a forintod. 3,5 év alatt. És az azt jelenti, hogy minden évben azt mondták, hogy olyan 1-2-3%-os infláció van, és a tavalyi évre is azt mondták, hogy 3,6%-os infláció volt. Hát hogyha ezt kiszámoljuk, valahogy nem jön ki az a 35%. Mert az azt jelenti, hogy 3,5 év alatt még 10%-ra sem jön ki a hivatalos infláció. Elég jártas vagyok a gazdasági pénzügyi dolgokban, mert ezzel foglalkoztam főtevékenységben nagyon régen. Még a 20. században, ami ugye nem most volt. Szóval lényeg az, hogy el lehet hinni bármit a propagandának. Azt is, hogy a tavalyi évben tehát a tervezett 3 helyett 3,6%-os infláció volt. De semmi gond nincs ezzel, mert annak nyugodtan lehet nem igazat mondani, aki elhiszi. És a lakosság nagy része elhiszi. Úgyhogy a kormány jól csinálja. Oké? Mert eléri velük, vele ezekkel a nem igaz mondásokkal azt, amit akar. Vagy nem. No,
úgyhogy gyorsan belecsaptam itt a közepébe a dolgoknak. Tehát egy gyönyörű világban élünk, és az emberek azt gondolják, tehát tudjátok mikor tanultam? Már 20 évekkel ezelőtt, mondjuk valahol a 99-es évben tanultam azt, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd, akkor változtatni kell. Ez egy alapszabály. És ez igaz a cégekre is, de igaz a magánszemélyekre is. Na most, méghozzá ugye az is fontos, hogy az ember ne rossz irányba változtasson, hanem jó irányba változtasson. De hát honnan tudja egy ember, hogy mi a jó, meg mi a rossz? Mert ugye tanulják az emberek, hogy az a jó és a rossz, az nézőpont kérdése. Hát ezt nézőpont kérdése. Jó, mondom azoknak, akik azt mondják, tanítják, hogy nézőpont kérdése a jó meg a rossz. A jó meg a rossz az etika kérdése. Na most akik ugye azt tanítják, hogy a jó meg a rossz az nézőpont kérdése, akkor az valami nagyon rossz irányba akarják befolyásolni az embereket. Tehát etika kérdése, és ennek az egyik alapvető pontja, hogy az etika az a többség érdekét szolgálja. Tehát a többség érdekét szolgálja. Oké? Ez az egyik pontja az etikának. Van más pontja is, amiről ugye most nem fogok beszélni, csak azért, hogy ebben tisztában legyünk. És soha nem a kisebbség érdekét szolgáló valami. Oké? Na most tehát tanultam azt, hogy változtatni kell, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy az emberek szeretnék. Na most ugye megkérdezem azt, a legtöbb ember az elmúlt egy évben önszántából mit változtatott? Mert nem az van a szabályban, hogy kényszerváltoztatást kell eszközölni, hanem önmagad szabad akaratából változtatsz. Tehát nem olyan kényszerváltoztatást, hogy maradj otthon, nem olyan kényszerváltoztatást, hogy hordj maszkot, nem olyan kényszerváltoztatást, hogy nem mozdulj ki éjszaka, stb. Amik voltak, meg van, valamilyen részben vannak is. Érted? Nem ilyen kényszerváltoztatásokra gondolok, hanem olyan változtatásokra, hogy például mit tettél annak érdekében, hogy a jövedelmed az ne inflálódjon. Mert hogyha te, mit tudom én, mondjuk 10%-kal keresel többet, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag legalább 20%-kal kevesebbet ér a vásárló értékben a jövedelmed. Tehát mit tettél annak érdekében, hogy a jövedelmed az legalább infláció tartó legyen, tehát az infláció ne befolyásolja. Na most azért ugye megkérdezném például a nyugdíjasokat is, hogy tudti, hogy az elmúlt 3,5 évben nem volt 35%-os nyugdíjemelés? Tudti? De hát hogyha valaki elhiszi, vagy nem hiszi azt, hogy ekkora infláció volt, akkor nem jár piacra? Nem jár boltba vásárolni? És most bárhova mehet vásárolni, ami azt jelenti, hogy nem, hogy nem engedik, vagy nem engedték, nem erről van szó, hanem akár mehetsz műszaki boltba vásárolni, vagy élelmiszerboltba, vagy bármilyen boltba, mindenütt azt tapasztalod, hogy jóval drágábbak az árak, mint mondjuk 3 éve. De akár azt tapasztalod, hogy mint 1,5 éve. Tehát nem
az infláció az nem az elmúlt 3,5 évben ugrott meg, hanem tavaly márciustól. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogyha kiszámoljuk, április-május, tehát 14 hónapja ugrott meg az infláció. Tehát ez a 35%-os különbség, pénzcsökkenés, értékcsökkenés, a pénz értékének a csökkenése, ennek a nagy része az az elmúlt 14 hónap. És ha megnézed, az árak valóban az elmúlt 14 hónapban lódultak meg. És akkor emberek elhiszik azt, hogy 3,6% az infláció. Nevetséges. Tehát itt ugye nem az a probléma, hogy világban probléma van, az nem probléma. Tudod, mi a probléma? Az, hogyha te nem változtattál az életeden. Na, az a probléma. Tudod? Mert hogy mondja tovább, amit már ugye 20 éve tanultam? Tehát, hogyha valami probléma van, mármint nehezedik a helyzet, akkor változtatnod kell. Egy. Ugye? És a másik, hogy növelned kell a jövedelmet. Érted? Tehát ha probléma van, növelned kell a jövedelmedet. Különben, ha nem változtatsz, nyakadba zúdul a probléma. Világos ez? Nem azt mondták, hogy azonnal, előbb vagy utóbb nyakadba zúdul. Tehát az olyan, mintha nyakadba zúdítanák a szmötyit. Érted? Most ki mit ért a szmötyin? Szabadon választott. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy az a probléma, ha az emberek nem változtattak, akkor, tehát nem az a probléma, hogy maszkot hordanak, kellett hordani. Nem az a probléma, hogy nem engednek esetleg be bizonyos szórakozó helyekre. Érted? Nem ez a probléma. Hanem az a probléma, hogy az emberek nagy részének, a pénzének a vásárló értéke folyamatosan csökken. És sokkal nagyobb mértékben csökken, mint amilyen mértékben emelik a fizetéseket. Na, ez a probléma. Világos ez? És ez lesz az embereknek a problémájuk. Oké? Okay? És tudod, mi lesz a másik probléma? Hogy előbb-utóbb, most gondold végig, most azt még nem is néztem meg, de valószínű, persze azért nem kellett megnézni, mert ugye júniusig tart, a moratórium, a hitel törlesztési moratórium. Mert valószínűleg, mivel a veszélyhelyzet tovább tart, a moratórium is tovább tart. Ami tudod, kiknek jó? A bankoknak. Nem az egyéneknek. A bankoknak jó. És közben folyamatosan nő az adott egyén hitelállománya. Mert míg ő nem törleszt, kamatos kamattal nő az ő hitele. Tehát csak azon fognak majd csak megdöbbenni az emberek, gondoljátok végig, hogy mennyi volt akkor a hitelállománya, amikor a moratórium elkezdődött, és mekkorára duzzadt az ő hitelállománya, amikor a moratórium majd befejeződik. És csak azt látják már majd, hogy Atya Isten, hogy fogom én ezt kifizetni. Tehát ugye amikor régen a hitelállomány kérdését úgy kezelték emberek, hogy volt az egyik banknál hitele, és fogta, és azt egy másik bank azt a hitelt megvásárolta.
és megetették az embereket azzal, hogy ezzel jobban járt. Na akkor én már akit csak tudtam, figyelmeztettem, hogy ilyet ne csináljon. Mert ezzel nem jól jár, hanem rosszabbul jár. Tehát ami azt jelenti, hogy el is lehetne magyarázni, hogy miért jár jobban vagy rosszabbul, de ez most részletkérdés, jó? Mert simán el tudom neked magyarázni, hogy miért rá jár rosszabbul az illető. És a bank miért, tehát miért nem csökken ténylegesen a hitelállománya, hanem azáltal, hogy átlett egy másik bankba rakva, nőtt a hitelállománya, jó? Na most, de ugyanez, egy az egybe, ugyanez most ez a moratórium kérdés. Az emberek azt hiszik, hogy ezzel jól jártak. Ugyanúgy, ahogy megetették azzal, hogy egy másik banknál legyen a hitelem, ne annál, akinél elkezdte, az is megetetés volt, ugyanúgy megetetés ez is, hogy ne fizessék a törlesztő részletet. És most milyen jó, hogy nem kell fizetni a törlesztő részletet, mert lehet menni üdülni. És ehhez ingyen beadták a vakcinát. Oké? Még annak is, akinek már ott volt a védettsége azáltal, hogy előtte átesett a betegségen. És azok is beadatták maguknak a vakcinát. Hát ez megint csak nevetni lehet, ezt más nem lehet csinálni, érted? Hát nem fogunk rajta sírni, nyilvánvaló. Ahelyett, hogy megnézették volna, hogy van-e ellenanyag a szervezetükben, nem. Beoltatták magukat. Oké? Na mindegy. Mert ugye lett volna ellenanyag, akkor szépen beballag egy ilyen mérőállomásra, és akkor megnézik az ellenanyagot, és utána kiállítják a kártyát. És nem kell beoltani. Jó, rövidebb a határidő, de ugye mondom előre, lesznek következő vírusok. És arra ez a jelenlegi oltás úgysem lesz jó. Hiába azt gondolt, hogy örökké jó lesz, mert nincs rajta dátum. Tudod, mit tudnak csinálni? Fogja, és egy kormányrendeletbe szabályozza, hogy amelyiken nincs dátum, az meddig érvényes. Világos ez? Még egyszer mondom, bármikor hozhatnak majd egy olyan kormányrendeletet, hogy a dátum nélküli igazoláson, ezen a védettségi igazoláson, a dátum nélküli védettségi igazolás igazából meddig érvényes. Oké? Majd emlékezzetek erre vissza, amikor erről beszéltem, jó? Mert ugye sajnos mindig úgy történnek a dolgok, ahogy előre szoktam mondani. És a múlt az mindig engem igazol. Szóval a lényeg az, hogy milyen változást eszközöltél, mert ez a lényeg, hogy átvészeld ezt az időszakot. Na, emlékezzetek vissza. Azt mondja, hogy rég beszéltem erről. 2018 őszétől elkezdtem beszélni róla, amikor láttam, hogy a tőzsde az gyakorlatilag úgy működik, hogy na mindegy, nem csak a tőzsdéből, más jelekből is lehetett látni, hogy a válságot mesterségesen kerülik el. Tehát ez látható volt 2018 szeptemberétől, hogy a válság az előbb-utóbb bejön, méghozzá milyen válság? Gazdasági válság. Gazdasági összeomlásszerű válság, ugye, és erről elkezdtem beszélni 2018 szeptemberétől, amikor ezt láttam,
És ugye mesterségesen megakadályozták, hogy ne legyen gazdasági válság. De ezt nem lehetett sokáig húzni, ezért folyamatosan, emlékezzetek vissza, beszéltem róla, hogy lesz gazdasági válság. De ha egy gazdasági válság lett volna, vagy ilyen összeomlásszerű gazdasági válság lett volna, akkor gondoljátok végig, hogy a lakosság rögtön a kormányokra húzta volna rá a vizes lepedőt, és az emberek azonnal kimentek volna tüntetni az utcára a kormányok leváltását követelve. Mert mindig minden gazdasági válság ezt hozta. Többek közt a 2008-as is. Na most akkor nézzük tovább. Milyen fifikásan megoldották ezt a kérdést? Erről már beszéltem tavaly, tavasszal. Milyen fifikásan megoldották, hogy a gazdasági válságot ráfogták egy nem kézzel fogható dologra? Hát fog már kézzel a koronavírust? Ráfogták. És most onnantól kezdve a gazdasági válság az nem a kormányoknak köszönhető, hanem a koronavírusnak köszönhető. Ugye erről szó szerint így beszéltem márciusban. Illetve nem márciusban, tavaly tavasszal. És ez azt jelenti, hogy most a kormányok nem hibásak a válságért, válság miatt, sőt, ők a lakosság megmentői. Gondoljátok végig, ők mentik meg a lakosságot. Micsoda másik szerep, gondolj bele, átültek egy teljesen másik szerepbe. Azok, akik elszúrták az egész gazdaságnak a jó működését, azok átülhettek egy megmentői szerepbe. És a lakosság megmentőket lát a kormányokban. Nem olyanokat, akik tönkretették a gazdaságot. Tehát a gazdaságnak van egy alapvető működési elve. Ez a következő: élni és élni hagyni. És akkor teszik tönkre a gazdaságot, mikor ez az élni hagyni rész az élniből kimarad. Érted? A mondatból, illetve a mondatból kimarad. Az élni hagyni rész kimarad. És akkor megy tönkre a gazdaság, mikor túl sok az elvonás, és túl sok a hitel. Tehát ez a kettő együtt. De miért túl sok az elvonás? Hát mert a kormányok bevállalták azt, hogy az embereknek, nem most, még a háború után, a második világháború után bevállalták, hogy az embereknek fizetnek nyugdíjat és segélyeket. Ezt régen nem a kormányok állták. Csak úgy mondanám. Tehát a második világháborút megelőzően ezt nem a kormányok állták, hanem ez közösségi alapon működött. Aki abba a közösségi alapba beszállt, azoknak működött ez a dolog, akinek meg nem szállt be, az meg így járt. Annak meg szegény ház. Szóval a lényeg az, hogy a második világháborút követően a kormányok bevállalták azt, hogy nyugdíjakat és segélyeket fognak fizetni embereknek. Igen ám, de akkor még rengeteg munka lehetőség volt, hiszen az emberek elsősorban kézzel végezték a munkát, és csak másodszorban technikai eszközökkel. Ez az egy. Kettő, nagyon sok gyerek született, és biztosítva látszott az, hogy lesz bőven járulékfizető, amiből ki lehet fizetni a nyugdíjakat, segélyeket.
És ez ment is, ment is, ment is, igen ám, de ez a nagyszabású gyerekszületés, ez a 60-as években visszaesett. És azóta sem szaporodott meg, kivétel volt a kelet. Kína, India, stb. Vietnám, stb. Egyéb országok. De most nyugatról beszélünk. Tehát itt, ugye, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, beleértve Japánt még, tehát a háborút érintett országokban általánosan elmondható volt, hogy visszaesett a 60-es évektől a szaporulat. Méghozzá lényeges, hát gondold végig. Nekem összesen, tehát 23-an vagyunk unokatestvérek. A fiaméknek, ők hárman vannak unokatestvérek. Érted? Hárman. Tehát az unokatestvéri körben hárman vannak. Mi 23-an voltunk. Gondold végig, mekkora visszaesés, hetede gyakorlatilag. Tehát a születési arány az drasztikusan visszaesett. Ami azt jelenti, hogy utána könnyen ki lehetett számolni, hogy vajon mi a fészkes fenéből fogjuk fizetni azt a rengeteg nyugdíjast, ha sokkal kevesebb lesz az eltartó. Hát megoldották. Óriási mértékben felemelték az adókat. Kezdetben ezeket úgy hívták, hogy járulékok. Majd, hogy az emberek ne nagyon lássák ezt, ezért egységesen mindenre ráhúzták azt, hogy adó, 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 adó. Tehát a nyugati társadalomban, ahova tartozunk mi is, de úgy is mondhatnám, hogy a második világháborút érintett országokban soha életben nem voltak olyan magas adók, mint amik lettek az elmúlt 5-10 évben. Oké? Soha. Magyarul az elvonás az megnövekedett, de az igények azok nem csökkentek, hanem az igények nőttek. És a megnövekedett igényeket, tehát most mondok példát, jó, hogy értsétek. A nyugati társadalomban, tehát Észak-Amerikában és nyugaton, Nyugat-Európában, a 70-es években még nem kellett dolgozni a nőknek, és akkor is egy keresetből megélt a család. Érted? És nem azért kezdtek el dolgozni a nők, mert feminizmus, hanem azért, mert már nem volt elég az egy fizetés. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen ahogy az adók növekednek, nyilván a munkaadók nem tudnak többet fizetni. Hogy fizessenek többet, hogyha az adók is nőnek, meg a fizetést is növelni kellene? Hát az adót az kötelező befizetni, a fizetést nem kötelező megemelni. Világos ez? És ugye mivel a kormányok bevállalták az 50-es évektől azt, hogy hát fizetik a segélyeket, fizetik a nyugdíjat, a nyugdíj is egy segély igazából. Nyilván, ha a következő kormány, ugye ezt lehetett tartani meddig? Hát a 80-as évek végéig, a 90-es évek elejéig. Hát de most gondolj bele, addig hány kormány volt szerte a világban, a nyugati társadalmakban? És most gondold végig, minden kormány azt mondta, hogy hát a nyugdíjakat biztosítjuk, segélyeket biztosítjuk az emberek számára. És képzeld, egy következő kormány azt mondta volna, hogy hát na innentől nem biztosítjuk. Meddig maradt volna az a kormány hatalmon? Tehát a kormányok
nem vállalták be ezt, hogy azt mondják, hogy bocsi emberek, már nem tudjuk kifizetni a nyugdíjakat, segélyeket, mint régen, hanem inkább azt csinálták, hogy akkor húzzunk még egy bőrt a dolgozókról, meg még egyet, meg még egy, úgyis az embere 7 bőr van, tudod. És ez azt jelenti, hogy ennek következménye az lett, hogy a vásárló igénye megnőtt az embereknek, nem tudták a fizetésből kielégíteni, pedig ki tudták elégíteni még a 70-es években bőven, nem tudták kielégíteni, eladósodtak szépen az emberek, túl sok adót kell fizetni, hogy ki lehessen fizetni a segélyeket, az egészségügyi ellátást, az állami egészségügyi ellátást beleértve természetesen a segélybe, és a nyugdíjat. És oda jutott az egész gazdaság, hogy nyilvánvalóan lehetett látni, hogy ebből megoldatlan káosz lesz gazdasági pénzügyi szempontból. Tehát ezt nem lehet megoldani. Tehát ezt úgy lehetne megoldani, hogy azt mondanák, hogy drága nyugdíjasok, hónap meg drága segélyen lévők, hónaptól, mit tudom én, a segélyeteknek vagy a nyugdíjatoknak a töredékét kapjátok. Érted? Miért nem lehetett ezt így megoldani? Azért, mert rászoktatták azt a, arra, tehát olyan módú működésre a családokat, hogy lehetőleg ne három generáció éljen együtt, hanem ne legyen akár két generáció együttélése sem. Miért kellett ezt rászokatni erre az emberekre? Nagyon egyszerű oka van. Azért, mert fogyasztói társadalom van. És az azt jelenti, hogyha három generációnak három különböző lakása van, akkor ott három külön teljes felszerelésre van szükség. Mármint lakásfelszerelésre. A sokkal több vásárlás, mint hogyha egy téren belül élnének. Hát most gondolj bele, mit tudom én, most ugye mi úgy élünk, hogy mind a két fiam a két menyemmel ugye gyakorlatilag egy házban élünk. Amint mondjuk fogják és külön költöznek, mindnek lesz külön mosógépe, külön tűzhelye, külön ez, külön az, külön az. Mennyi plusz kiadás a fogyasztói társadalom, hogy fog újongani, hogy jaj de jó, hogy külön költöztek, érted? Legalábbis a gyártók, hogy fognak újongani, gondold végig. És régen ugye a három generációk együtt éltek, én még három generációs családmodellben nőttem föl. Tehát sokkal kisebb kiadással megúzták a három generációs családok, mint az egy generációs családok. Na most gondold végig, ha erre rászokatták az embereket, hogy külön költözzenek, akkor ha megöregszik a nyugdíjas, és már nem dolgozik, és nem lenne jövedelme, ki tartaná el? Hát én emlékszem, az én szabolcsi nagypapámnak nem volt nyugdíja, meg a nagymamámnak nem volt nyugdíja. Hát őket az tartotta el, aki ott maradt a házban. Világos ez? És cserét adtak az öregek, mert például a nagymama sütött, főzött. Most mennyire takarított, azt nem tudom, mert azt annyira nem láttam, de azt láttam, hogy sütött, főzött. És a nagyapám meg még járt állatoknak, gondozta az állatokat, érted? És járt még kaszálni az állatoknak, ezért ugye gazt enni. Tehát lényeg az, hogy ugye ott meg volt a csere, és semmi gond nem volt, hogy ugye a nagybátyám még meg eltartották. Na most ez megszűnt, akkor hogy lehet, mert megszüntették, akkor hogy lehetne ugye visszaállítani azt, hogy
az emberek ne kapjanak segélyt meg nyugdíjat, sehogy, világos ez? Tudod, volt a Hofinak egy ilyen műsor, elbasztuk, hát elbasztuk, utólag már baszhatjuk, tudod? De nem így mondta, nem szaptuk, emlékszel? Elszaptuk, elszaptuk, utólag már szaphatjuk. Jó? Tehát, mert most egy ilyen fajta működés van. És ugye, vagy direkt akarták ezt, hogy így legyen, vagy nem tudnak ebből a helyzettel mit tenni. Világos ez? Mert ha jobban megnézed, ezzel a helyzettel tényleg nem lehet mit tenni. De én, nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez előre tervezett volt. Hogy ez így legyen. Na most ezért kérdezem azt, ugye még mindig, hogy romlott a pénzügyi gazdasági helyzete a legtöbb embernek. Nem csak Magyarországon, hanem egész. Az összes olyan országban, amelyik háborút, a második világháborút megért ország. Az összesben. Jó, és akkor ugye kérdezem, hogy mit tettél annak érdekében, hogy ez a dolog ne. Szmötyi, ne hulljon rád, ha már rád nem hullott. Mert ha még nem, akkor fog. Tehát ebben a, ez egy univerzumi törvény, ha csak ha szeretnéd tudni. Univerzumi törvény. Ha a dolgok rosszabbra fordulnak, változtatnod kell. Világos? Ez egy univerzumi törvény. Az emberekről meg így lepereg. Hagyjatok már ilyen hülyeséggel. Mit akar ez a hülye szedlacsi? Ilyeneket tanít. Hagyjatok békén bele. Oké? Okay. De hát a gondol, végig gondolod, mennyire igaz? Persze, sokan ugye valahogy döcögnek, de a döcögés az nem haladás, érted? Az nem haladás. Tehát vajon úgy élsz-e, mint előtte? Ez a kérdés. Mielőtt? Mint mondjuk akár tavaly év előtt. Nem akarok messzire visszamenni, most gondolkoztam, hogy visszamenjek-e messzebbre. De nem, mondjuk, mint tavaly éve előtt. Úgy élsz? Ha nem, akkor mit tettél, mit teszel annak érdekében, hogy minimum úgy élj? Hm? Tehát most, ha lehet úgy gondolni, oh, hát én optimista vagyok, hát majd megoldódik. Aha. Optimista voltál és azt hitted, hogy két hét alatt, március 12-én azt hitted, vagy 13-án, hogy két hét alatt ez a helyzet megoldódik. Mert ezt hitették el veled. Majd utána azt hitted, hogy május végére megoldódik, vagy június közepére. Mert ezt hitették el veled. Aha. Majd utána megint azt hitted, hogy ekkora, akkora megoldod. Aha, mi oldódott meg? Most mi oldódott meg most tegnaptól? Mára virradóan? Mi? Ja, hogy mehetnek több helyre az emberek, de azon kívül. Mennyivel emelkedett tegnapról mára a jövedelmed? Hm? Mennyire érzed jobban magad a bőrödben tegnapról mára? Mert újjongjál, hát 5 milliót beoltottak. Tessék újongani. Jaj, de jó, mert több helyre mehetsz. Érted? Mennyivel lett jobb neked? Gondolkozz, gondolkozz. Tehát még egyszer kérdezem, nem győzöm el. Figyeld, a tévét bekapcsolod, és akkor 20 percenként hallod a különböző koronavírusos reklámokat. Na most ahhoz képest, hogy én elmondom itt most háromszor neked, hogy mit tettél, ahhoz képest a nudli. Érted? Mit tettél annak érdekében, hogy neked jobb legyen? Hm? Tehát mit tudom, azt is tanultam 20 évvel ezelőtt, 21-22 évvel ezelőtt, hogy azon a területen, amin vagy,
többet kell teljesíteni. Tehát hogyha olyan helyzet van, hogy nehezedik a dolog, akkor azon a területen, amin van, többet kell teljesíteni. Hát nyilván, hogyha darabbérbe dolgozol, tehát teljesítménybérbe dolgozol, akkor ezt megteheted. Hát ha nem teljesítménybe dolgozol, akkor bolond lennél többet teljesíteni, mert úgyis annyi fizetést kapsz. De ugye én, tudod, hogy tanították el nekem ezt? Én akkor nem alkalmazott voltam, hanem Magyarország egy bizonyos területén legnagyobb pénzintézetének a vezetője. Érted? És tehát mint cégvezető tanították ezt nekem. Ugye egy cég meg tudja azt csinálni, hogy azon a területen ugye jobban belehúznak, hogyha a számok csökkennek. Ezt meg tudja csinálni. De ugye a legtöbb ember az nem cégvezető. Van pár százezer cégvezető Magyarországon. És mi van a többivel? Ugye azt is tanították, hogyha nem cégvezető lennék, akkor mit kellene csinálnom? Tehát, hogy sima alkalmazott, mezei alkalmazott. Azt mondták, hogy akkor be kell vállalni plusz munkát. Más területen. Ez piszok jól működött a szocializmusban, mikor az embereknek nem volt elég pénzük, akkor volt másodállásuk. Ha még akkor se volt elég pénzük, volt harmadállásuk. Mint például nekem is a szocializmusban. De hát ugye a kapitalizmusban ez már nem divat. A kapitalizmusban az a divat, hogyha letettük a munkát, akkor menjünk pihenni. Ha eljön a hétvége, menjünk pihenni. A kapitalizmusban ez van. Tehát az, hogy vállaljunk plusz munkát, amivel pénzt keresünk, az a legtöbb embernek, bocs, hogy ezt kell mondanom, büdös. Tehát elérték, hogy az embereknek szó szerint büdös legyen a munka. Hát ugye a munka akkor tud büdös lenni, hogyha utálja az ember azt, amit csinál. Hát akkor netántán nem olyat kellene csinálni, amit az ember szeretgethet. Tehát nem azt mondom, hogy szeret, csak kicsit szeretgetheted. Hát nyilvánvaló, az embernek van egy 8 órás munkája, akkor mellette mit kellene csinálni? Olyat, amit jobban szerethet, mint a 8 órás munka, nem? Logikus. Én nekem volt a szocializmusban egy 8 órás alkalmazotti munkám, és mellette olyan foglalkozást csináltam még, amit jobban szerettem. És ezért szívesebben csináltam a másodállást, meg utána a harmadállást, mert azt még jobban szerettem, mint a főállást. Érted? Tehát ez teljesen logikus. Tehát gondold végig, ha az ember csinál egy másodtevékenységet a főtevékenység mellett, hát akkor olyat kell választani, amit szabadon tudsz csinálni. Érted? Szabadon. Tehát az azt jelenti, hogy ha nem szabadon csinálod, akkor ugyanaz, mintha ma 8 órát dolgoznál. De ha szabadon csinálhatod, akkor akarod egy nap 1 órát csinálod, akarod egy nap még pluszban 5 órát csinálod, érted? És nem érzed rabszolga munkának. Mert sajnos a legtöbb ember emiatt a kötött időtartam miatt rabszolga munkának érzi azt, amit csinál. Mert kötött az idő. És ugye én ezt így csináltam annak idején a szocializmusban, hogy olyan tevékenységet csináltam másod meg harmad tevékenységben,
amit nem más, hanem én határoztam meg. És egy idő után rájöttem, hogy hát basszus kulcs, mennyivel jobb az, hogyha én határozom meg a tevékenységemet, mintha olyan tevékenységet végzek, mint amit a 8 órában csináltam. És hogy mi lenne, hogyha szépen odafejleszteném a másod, illetve harmad tevékenységemet, hogy föladhassam a rabszolga munkát. Érted? De ez ugye mikor történhetett meg? 93-ban. Tehát 87-től 7 év kellett, hogy elérjem azt, hogy a rabszolga létet azt feladjam, és szabad tevékenységből éljek meg. Világos ez? Tehát szabad tevékenységből. Olvastam annak idején egy könyvet Roberto Kiyosakitól, ugye az alapkönyvét, a Gazdag papa, szegény papát. És ugye leírta azt, hogy ő hogy gazdagodott meg. Javaslom egyébként mindenkinek ezt a könyvet. Tehát leírta, hogy hogy gazdagodott meg. Leírta azt, hogy neki volt egy, tehát rendes, hivatalos szegény apja, tanár volt az apja. És volt a barátja, a barátjának meg volt egy gazdag apja, egy cégtulajdonos, cégvezető apja. És a barátjának az apját később ugye apjának nevezte, saját apjának, mert sokkal többet tanult, mint a saját apjától. Mert a saját apja azt tanította neki, hogy tanulj fiam, hogy legyen egy jó állásod. És a gazdag apja meg nem ezt tanította neki, hanem más dolgokat. Általában ellentétét pont, mint a rendes apja, mármint a hivatalos apja. És leírta azt, hogy ő úgy kezdte az életét, hogy azt mondta neki a gazdag apja, hogy legyél üzletkötő. Ezzel kezdte a pályafutását, hogy legyél üzletkötő. És amikor én ezt olvastam, hát büszke voltam magamra, mert pont ezt csináltam én is, a rabszolga létből üzletkötő lettem 87-ben. Pedig a könyvet azt a 90-es években olvastam, annak is a második felében, annak is a vége felé. És akkor rájöttem, hogy hoppá, én ezt jól csináltam. És ott indult el a, ugye Roberto Kiyosakinak a karrierje az üzletkötéssel. És ha ugye így visszanéztem a 90-es évek végétől, hogy nekem is onnan indult el. És ugye javasolja másoknak is, hogy legyenek üzletkötők. Mit jelent az, hogy üzletkötő? Na most, ha valaki azt mondja, hogy nincs munka a világban, a üzletkötői terület, te nincs olyan, hogy munkanélküliség. Ezt csak úgy mondanám. Jó? Tehát ott nem létezik olyan terület. Az üzletkötői területen bármennyi ember tudnak foglalkoztatni. Maradjunk ennyiben. És ugye az üzletkötői területnek most már sokféle ága van. Régen csak ez a házaló üzletkötők voltak. Most már sokféle, már internetes üzletkötőktől, hálózatépítői üzletkötőkön keresztül, már mindenféle üzletkötés létezik. Tehát sokkal bővebb a terület, és az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb a választék, hogy mi fűlik jobban az ember fogához.
Lehet ugye olyan üzletkötést csinálni, hogy az ember tényleg személyesen beszél emberekkel. Lehet olyan üzletkötést csinálni, hogy személyesen nem is találkoznak. De az üzletkötés mindig azt jelenti, hogy ő viszi végig az üzletkötést. Nem más, hanem ő viszi végig. Oké? Ez jelenti az üzletkötés. Tehát nem amint a reklám, hogy reklámot reklámoznak és akkor beesnek a jelöltök. Jó? Tehát nem erről van szó, hanem ő köti meg az üzletet. És ez, hogy most termékre vagy szolgáltatásra, az most ebből a szempontból tök mindegy, én csináltam termékekkel kapcsolatos üzletkötést is, szolgáltatásokkal kapcsolatos üzletkötést is. Nagy különbség nincs köztük. Jó? Tehát egy gond van, tudod, azzal, hogy valamit az ember ilyen helyzetben másod tevékenységbe belefogjon és elkezdjen valamit. Egy baj van. Hát, hogy ki mennyire lusta. Kinek mennyire fontos az, hogy ő elegem volt a munkával, de hogy akarok én még másod tevékenységben foglalkozni munkával. Örülök, ha élek. Hát passzus kulcs, akkor így jártál, erre ezt tudom mondani. Jó? Komolyan. Tehát nem hiszem, hogy valaki jobban utálta a főfoglalkozását, mint amit én csináltam. Már nem tudom, látjátok-e, hogy én mióta előadást tartok, mennyit mozogtam. Tehát nem volt mondjuk 5 másodperc, hogy megálltam volna. Na most képzeld el, nekem olyan munkát kellett végezni, hogy állva kellett dolgoznom. És közben nem mozoghattam, mert egy géphez voltam idézőjelbe kötve. És nekem olyan munkát úgy utáltam, mint a bűn. Tehát nem lehetett odaülni hozzá. Volt olyan szék, amin valahogy oda lehetett ülni, de érted, akkor a térdemet nyomta a gép, és a fenekemet meg a szék, érted? Mert a székre nem tudtam ráülni, mert akkor ugye a láb fölemelkedik, tudod? És akkor meg már nem érem el a gépet. És így kellett dolgoznom naponta 8-10 órát, érted? Darabbérbe. Na most, de nem hiszem, hogy van olyan, aki jobban utálta azt a foglalkozást, amit én csináltam. Tudod, miért csináltam? A pénzért. Ennyi. Nem volt rossz a pénz. Tehát jobban kerestem vele, mint a tanult szakmámmal. Oké? Pedig a tanult szakmámban elértem a mesteri fokozatot. És mégis. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ugye nehogy azt hidd, hogy csak te nem szereted azt, amit csinálsz. De én alig vártam, hogy kikapcsolódjak abból a munkából. Érted? És végre olyan munkát csináljak, amiben mozoghatok. Ahol lehet menni, tenni. Érted? És hát mondom, az a probléma, hogyha neked a pihenés az fontosabb, mint ehhez a helyzethez való alkalmazkodás. Itt kezdődnek a problémák. Tehát én úgy vagyok ezzel, tudod, hogy a te életed az a te életed. Mindenkinek saját magának kell meghozni a döntést, és senki más helyett senki nem fog dönteni. De ebben a helyzetben, ami most van és lesz, és tartósan lesz, mondom előre, és ugye ezt már tavaly márciusban megmondtam, hogy tartós lesz, de nem hittetek nekem, semmi gond nincs ezzel. Nem azért tartok én előadást, hogy mindenkinek el kell azt hinni, amit én mondok. Nem kell elhinni. Nem ezért tartom, hogy jó, hát belebetegszem, ha valaki nem hiszi el. Hát én ezen már nagyon rég túl vagyok. Mit érdekel engem, hogy ki hiszi, vagy ki nem, amit én beszélek. Én azt tudom, hogy
mit beszélek, és tudom, hogy mi várható is. És hát ebben nem szoktam tévedni. És ez nem nagy képűség, hanem nyugodtan megkérdezheted azokat, akik régóta hallgatják az előadásaimat. Jó? És rá fogsz jönni arra, ha te új vagy, hogy nem tévedtem még igazából nagyot semmibe. Érted? Tehát, de akkor most mondhatnád, de akkor tévedtél. Jó, csak keres olyat, amiben tévedtem, jó? Mert a legtöbb embernek, és beleértve magamat is, nem nagyon jut eszembe. Érted? Hogy mibe tévedtem. Főleg itt a jövővel kapcsolatban. Tehát a jövővel, hogy mi várható, mi lesz, avval kapcsolatban. Nincs tévedés. Tehát láthatsz olyan írásokat is fönn a weboldalunkon, ami 2004-ben írtam. És akkor meg tudod nézni, hogy vajon abból mi valósult meg, vagy mi nem. Jó? Tehát a jövővel kapcsolatban írtam le dolgokat. Persze azt a fene gondolta, hogy ezt a gazdasági válságot ilyen csavarral átalakítják koronavírus helyzetre. Hát ez valami fenomenális jó megoldás volt az ő számukra, nem a lakosság számára. Hát de mégis gondold végig, a lakosság számára is jobb, mint hogyha mondjuk természeti katasztrófák lettek volna, nem? Még mindig jobb. Jó, hát a természeti katasztrófákról nem a kormány határoz, nyilvánvaló. Tehát most nehogy ezt higgyétek, hogy ezt gondolom. De viszont a természeti katasztrófákról a fentiek határoznak. Okay. És a fentiek nem határoztak igazából természeti katasztrófáról, hanem így lett megoldva ez a helyzet. És ugye egy természeti katasztrófa az nem hosszú idő általában, főleg hogyha az helyi az a dolog. Természeti katasztrófák általában elmúlnak. De ez a vírus helyzet, hogy múlik el, mikor minden évben volt, mióta az eszedet tudod, járvány? Nem éltél meg egyetlen egy olyan évet sem, amikor ne lett volna valamilyen járvány. Gondolkozz már! Minden évben volt járvány. És azt, hogy azt a járványt minek nevezzük, nem te döntöd el, meg nem is én. Világos ez? Hogy azt a járványt mondjuk Máthának hívják, vagy influenzának, vagy COVID-19-nek, vagy 21-nek, vagy 52-nek, nem te fogod eldönteni. Oké? Okay? Meg nem is én. Tehát, és az, hogy most az milyen járvány? Az most valóságban milyen járvány? Be fogod tudni bizonyítani? Te se, én se. Igazából senki se. Olyan járvány, aminek nevezik. Nem? És ha a média a tudom, pár év múlva, vagy mondjuk a jövő évben azt mondja, hogy császári vírus, és most eszembe jutott valami, akkor te ugyanúgy elhiszed. Érted? Ennyi. Oké? Okay. És ugyanúgy nem fogsz tudni rajta változtatni. Miért? Mert a propaganda azt propagál, amit akar. Érted? Amire a felkérés van. Érted? Azt propagálja. És a propaganda a sokkal fejlettebb, mint mondjuk a hitleri Németországban volt. Vagy sokkal fejlettebb, mint mondjuk a Rákosi korszakban volt. Ennyi. Tehát gondolkozz, gondolkozz, jó? Gondolkozz. Tehát itt élünk egy világban, kavarnak, kevernek. A hatalom keveri, kavarja a kártyát, nem?
egyeseknek osztanak lapokat, van, akik kimaradnak ebből, nem? De valahogy el kellene intézned, hogy ne oda jusson az életed, hogy csak a problémákban úszol, érted? Tehát el kellene érni, és esetleg belefulladj abba az úszásba. No tehát mi a megoldás erre? Ugye mit tanítottak nekem? Változtass. De az ember mikor tud változtatni? Két dolog kell a változtatáshoz, jó? Mindössze, nem kell több, kettő dolog. Ez a kettő, hogy melyik a fontosabb, most ezt így ne ítéljük meg, jó? Tehát tudás és lehetőség. Ha nincs lehetőség, nem tudsz változtatni, nem? Ha nincs tudás, tudás nélkül hogy változtass? Oké? Na akkor ugye mondanám ezzel kapcsolatban, hogy hány olyan szervezetet ismersz, akik egy ilyen gyönyörű szép helyzetben, amiben van a nyugat, nem tudjuk, hogy kelet milyen helyzetben van, mert nem élünk ott, az, hogy a propaganda mit mond, az kit érdekel. Tehát azt látjuk, hogy milyen helyzetben van a nyugat, tehát egy ilyen helyzetben hány olyan szervezetet tudsz, amely lehetőséget és tudást egyszerre nyújt. Hány ilyet tudsz? Jó, hát gondold végig. Nem feltétlenül kell most végig gondolni, de úgy gondold végig. Én tudok egyet, úgy hívják, hogy PPH. A PPH-t azt ebből a szempontból két dologra lehet bontani. Magára a PPH-ra, és van nekünk egy akadémiánk, úgy hívják, hogy Nemzetközi Nyílt Coach Akadémia. Röviden Nyílt Akadémia. Tehát Nemzetközi Nyílt Coach Akadémia. Röviden Nyílt Akadémia. És van a PPH-nak egy nyílt akadémiája, ahol olyan dolgokat tanítunk, ami az élethez szükséges, és az ember működéséhez szükséges. Mindent ebben kapcsolatban, amit csak lehet, jó? Mindent. Ezért ez nem egy hetes, nem egy hónapos, és nem egy éves képzés, de bárki kipróbálhatja egy hónapra. Hanem ez sok éves képzés. 9 éves sé fog ez fajulni, csak úgy mondom. Tehát 9 éves lesz ez a képzés. Mondom még egyszer, 9 éves. Nem tudsz olyan egyetemet vagy főiskolát mondani, ami 9 évig tartana. Jó? Ha csak mindig valaki megbukik. Na itt nem azért lesz 9 éves, mert megbuksz, jó? Beraktuk coachképzésekbe az egészet. A coach azt jelenti, egy ember és életjobbító, nézz utána egyébként ezeknek a dolgoknak. Most már ez nem fér bele, hogy erről beszél. Annyit mondanék, hogy most van 25 nagy témánk. Ami azt jelenti, hogy ez a 25 nagy téma, ez általában több hónapos. Egy téma több hónapos. Egy téma több hónapos. Például most az önismeret coachképzés az 5. hónapja folyik. Egy hónap az 30 óra. Minden szerdán és vasárnap vannak képzései. Este persze. Vasárnap kicsit korábban, másfél órával korábban kezdünk. És ugye havonta egyszer van egy teljes napos képzés. És akkor így kiszámolod,
ugye 30 órákkal mondjuk az 5. hónap, akkor már csináltunk azt mondja 120 órát, mert ugye az 5. hónapban vagyunk, tehát túl vagyunk a 120 órán. És ugye azt mondtam, hogy képzés, tehát tudás és lehetőség. Milyen lehetőség? Tehát ugye két lehetőség kell, a tudást, hogy tudja az ember érvényesíteni, kell gyakorlati terep. Tehát ahol az ember gyakorol. És nyilván olyan dolgokat, ami velünk magunkkal kapcsolatos, vagy az emberekkel kapcsolatos, akkor azt nem gépen kell gyakorolni. Hanem akkor min? Hát embereken. Magunkon, meg másokon kell gyakorolni, nyilvánvaló. Tehát ehhez lehetőséget biztosítunk, hogy másokon gyakorolhass, ne csak magadon. De ugye miről beszéltem a legelején? Az, hogy a jövedelmed növekedette. Olyan mértékben, mint amilyen mértékben az árak növekedtek. Ezért biztosítunk az emberek számára jövedelem szerzési lehetőséget. Mi maga a lehetőség, jövedelem szerző lehetőség? Ha valaki itt tanul, meggyőződhet arról, hogy ez neki jó vagy sem. Ha nem, akkor kimarad. Ha jó neki, akkor tanul. Nyilván a többség az nem a kimarad kategória. Tehát meggyőződik róla, hogy neki jó, és az ember szívesen ajánlja másoknak az, ami neki bevált. Ilyen egyszerű. És ha te ajánlod másoknak módszerrel, kidolgozott módszerekkel, ami a leginkább testre szabott számodra, és ugye mit mondott Kiyosaki, hogy legyél üzletkötő? Végig csinálod azt, hogy ő legyen tanuló, akkor azután te jutalékot kapsz, addig, ameddig ő itt tanul. És ez a jutalék, ez legkevesebb 32%, maximum 75%. Minek a 75 vagy 32%? Az ő tandíjának. Világos ez? Hát az ő tandíjának. Van, aki itt tanul 25 éve. Nem, 26. Már. A tanulása után azóta részesedek. Mert ugyanis azóta van a tanulás után jutalék. Csak akkor régen más formában csináltuk ezt. Már más, nem, coachképzések folytak. Oké? De mindig voltak képzések. És a képzéseknek mindig volt ára, és a képzések jutalékából mindig lehetett részesedni. Tehát a képzés az számunkra mindig jutalékképzési alap volt. Világos ez? Tehát mindig. Mióta? Azt mondja, hogy 94 óta, igen, 94 óta. Most gondold végig, mit tudom én, mondjuk itt tanul hónapokat vagy éveket valaki, és neked mit tudom én, mondjuk van, csak mondtam egy számot, mondjuk 30 tanulód a hónapok vagy az évek alatt, az már eleve nem kis jutalék, amivel ugye ki tudod egészíteni a jövedelmet. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ha azok a tanulók is szerveznek tanulókat, akkor abból is tudsz részesedni. Ennyi. Jó? Ami azt jelenti, hogy nincs meghatározva, hogy az általad így létrejött csoport mekkora legyen, és az sincs meghatározva, hogy mennyi legyen az onnan származó jövedelmet. Ez nem kötelező dolog, ez egy, mint az imént említettem, lehetőség. Egy jövedelem
kiegészítő lehetőség, ami kezdetben lehet, hogy csak annyi, hogy mit tudom én, van egy tanulod és akkor már kevesebb tandíjat fizetsz, és van mondjuk 3 tanulod, akkor már nem fizetsz tandíjat, stb. Stb. Oké? Sőt, ugye akár odáig lehet, hogy ebből érsz, mint amit már ugye többen csinálnak, és hogy nem kell semmilyen főfoglalkozással rendelkezniük, hanem egyszerűen ebből élnek. Miből? A szervezési jutalékból. És az azt jelenti, hogy ha adott hónapban nem szerveznek, akkor is van jutalékuk. Világos ez? Mert akiket szerveztek, azok itt tanulnak meg, akik a szervezetjeik szerveztek, azok is itt tanulnak meg, a szervezettek szervezetjei is itt tanulnak. Tehát itt vannak olyanok, hogy mit tudom én, valakinek van mondjuk 50 szervezetje, és közben megvan mondjuk 400 fős tanulói csoportja, és nem az 50 szervezetből részesedik csak, hanem a 400 fős tanulói csoportból. Világos ez? Tehát akiket nem szervezel, nem te szerveztél, hanem a szervezetteid szerveztek, azok után is 3%-tól 28%-ig terjedő összeget tudsz kapni. Jó? És úgy lehet számogatni. Mi után? Hát a tandíja után természetesen. Tandíjuk után. De ezt csak most azért mondtam, mert ugye az embernek, hogy alkalmazkodjon egy gazdasági helyzethez, ugye a gazdasági helyzet az mindig az anyagiakban jelentkezik elsősorban. Tehát elsősorban. És annak lesznek természetesen ilyen-olyan következményei. Mint például, hogyha kevesebb a pénz otthon, akkor a párok többet veszekednek, stb. Stb. Ezt lehet, hogy te is megélted már. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen helyzetben egyáltalán nem jön rosszul az, hogy az ember lehetőséget kap, amivel él vagy nem él, az ő döntése, nem kötelező, lehetőséget kap arra, hogy ő plusz jövedelemre tegyen szert. Ezt kihasználja valaki vagy nem, ő dolga. Jó? Ez a tanulás mellett egy teljesen díjmentes lehetőség. Tehát teljesen díjmentes. Most gondold végig, a tanulás óradíja az 330 forint. Tehát óradíja 330 forint. Az első hónapban mondjuk van egy eltérés, ugye akkor 660 forint az óradíj. Milyen képzéseket kapsz ennyiért? Most nem a díjmentesről beszélek, hanem a fizetősről. Tehát milyen képzéseket kapsz? Itt a díjmentesen ne várj képzést, itt csak információt vár. Tehát a képzés azt jelenti, hogy módszer, jó? Tehát van egy dolog, amit meg kell oldani, és azt kapsz módszert. Oké? Tehát hol kapsz ennyiért képzéseket? Sehol. Nincs sehol. Szó szerint sehol. Főleg nem ilyen típusú. Egy havi képzésünk piaci értéke 150 ezer forint. És akkor ezt megkapott 9800 forintért. Gondold végig. Bármikor abba hagyhatod, nem kell előre befizetni, tudom én, 5 hónapot vagy 2 hónapot se. Ez olyan, mint a puding próbálja az evést, tudod. Kipróbálja az ember, tetszik, marad, nem tetszik, kitöröljük, kész, ennyi, semmi gond nincs vele. Jó? De azért tudnod kellene, hogy az egészet miért csináljuk. Ezért. Ja, nem látjátok mindjárt. Jó? Tehát ezért csináljuk. Azért, hogy az ember képessé váljon szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, méghozzá feltétel nélkül együttműködni másokkal. Tehát ezért csináljuk.
mert 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lennie. De az aranykor csak egy átmeneti időszak, mert nem ezért vagyunk itt, nem az aranykorért vagyunk itt, nagy tévedés. De beszélnek emberek az aranykorról, hogy már van, akik azt mondják, ma az ember az aranykorát éli. Nagy humbuk, jó? Tehát 2035-re, tehát addig nincs aranykor, ameddig elnyomás van. Világos ez? Addig nincs aranykor. Tehát bárki, aki olyan hülyeségeket beszél, hogy itt már aranykor van, főleg akkor, mikor a legnagyobb elnyomás közepette élnek az emberek itt a nyugati társadalomban, érted? Hát olyan messze állunk tőle, mint nyavaja, érted? Tehát az, de akkor, mert miért van ez így, csak hogy világos legyen, mert az aranykorban ugye nem lesz elnyomás, és az ember akkor tud igazán fejlődni, ha nincs elnyomás. Tehát az a baj az emberrel, hogyha elnyomást kap, akkor visszaesik. Tehát visszaesik. Miben? A fejlődésében visszaesik. Tehát olyan, mintha nem is tanulta volna azt a részt. Tehát sajnos ez így van. És ugye, ha beköszönt az aranykor, hát az is csak egy átmeneti időszak. Mert ez a cél, a magasabb létformába kerülés. Mit jelent az a magasabb létformába kerülés? Az az angyali szint. Lehet, hogy ez nevetségesnek tűnik. Hát de angyalból jöttél ide. Tehát a lelked az egy angyali létformából jött ide, a földre. Tehát te angyal voltál addig, ameddig nem kerültél ide a bolygóra. Oké? Okay? És ugye az lenne az ember küldetése, hogy visszakerüljön. Hallgass, ezzel kapcsolatban bemutató előadásokat beszéltem én már arról, hogy történt ez az egész, hogy miért kellett ennek így történnie. És ha most gondold végig, a benned lévő lélek az ott kezdődik, hogy 1,5 millió éve nincs lélekteremtés, tehát tuti, hogy jóval idősebb, mint 1,5 millió éves. És akkor hol a tudásod? Hol a 1,5 millió évnyi tudásod? Úgy csak kérdezném. Hm? Hol van? De elhagytad útközbe? Vagy mi történt? Jó, tehát, és ugye azt gondolják az emberek, hogy ha mivel mindig ugye egy kicsit tájékozottabb ebbe a kérdésben valaki, akkor tudja, hogy reinkarnálódás van itt a Földön. És akkor ugye tudja, hogy mielőtt megszületik az ember, akkor ugye törlik az előző életnek a tudását. De azt nem mondják, hogy amikor visszakerülünk, tehát amikor megérdemeljük, hogy visszakerüljünk, akkor visszakapjuk az összes tudást. Miért nem mondják? Hm? És abból a 1,5 millió évből lehet, hogy megéltél mondjuk 50 reinkarnációt, de az az 50 reinkarnáció itt a Földön még mindig édes kevés a 1,5 millió évhez képest. Érted? Mert az még mindig csak pár ezer év maximum. Érted? De neked nem csak annyi tudásod van, hanem ott volt az a tudás is, amit nem emberként szereztél meg. És az nem kell, lemondasz róla. Hm? Van bennünk egy olyan lélek, amely korlátlan mennyiségű tudás befogadására képes. Az emberi agy pedig igencsak korlátozott ebben a kérdésben. És most a tudás befogadást az agy kapacitásához mérik. És közben mérhetetlen tudás befogadására képes
a lélek. Mivel nem kötődik anyaghoz a léleknek a tudás befogadása, mert a testnek a tudás befogadása anyaghoz kötődik, azt pedig úgy hívják, hogy agy. Onnantól kezdve nincsenek olyan, hogy korlát. Ugyanúgy, mint ahogy a közlekedésben nincs korlátja a léleknek, látjátok, a szellemek azok simán közlekednek a falakon át, ugyanúgy a tudásnak sincs korlátja. És ha jobban megnézzük, az életnek egyetlen egy értelme van. Ez a minden tudás. Nem vicc. Gondold végig. Tehát az azt jelenti, hogy minél többet és többet tudni. De mivel a minden tudás az folyamatosan gyarapszik, tehát a minden, tehát a tudás a világegyetemben folyamatosan gyarapszik, ezért gyakorlatilag az életnek nincs vége a lélek számára. Oké? Mert a minden tudás az soha nem tud beteljesülni. Mert a minden tudás az folyamatosan gyarapszik. Oké? Tehát ne csak azt gondoljátok, hogy az bolygónkon van fejlődés. A világegyetemben is van fejlődés. Oké? És történhetnek olyan események a világegyetemben, ami még soha nem történt meg. Sehol. És az gyarapítja a tudás mennyiséget. Ha gondold végig, ha csak itt megnézed az emberiség fejlődését, mondjuk az elmúlt 100 évben, hogy mennyit fejlődtünk mondjuk technikailag, gondold végig. Mennyivel több a tudása most az emberiségnek 100 év elteltével, mint 100 évvel ezelőtt. Oké? És akkor még nem is tudjuk azokat a dolgokat, amit a világegyetem egyéb résztvevői felhalmoztak. Tehát úgy értve, hogy nem az emberekről van szó. És ez nem utópia, gondolkozz, és akkor rájössz, hogy ez így van. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nézd körül az oldalunkon. Minden tudsz, hogy dönthess. Mit feszíthetsz? Azt a 19.800 forintot se tudod elveszíteni, ami az első havi tandíj. Miért? Mert 150.000 forint értékű tudást kapsz. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, találkozunk 25 perc múlva, sziasztok! Lehet.